Petőfi Sándor, beszél a fákkal a bús őszi szél. Beszél a fákkal a bús őszi szél. Halkan beszélget, nem hallhatni meg, vajon mit mond nekik? Beszédire a fák merengve rázzák fejöket. Dél s est között van az idő, nyújtózom a pamlagon végig kényelmesen, keblemre hajtva fejecskéjét alszik, kis feleségem mélyen, csendesen. Egyik kezedben édes szendergőm, szelídeden hullámzó kebele, másik kezemben imakönyvem, a szabadság háborúk története. Minden betűje üstökös csillagként nyargal keresztül magas lelkemen. Keblemre hajtva fejecskét alszik kis feleségem mélyen csendesen, aranycsal. S ostor kerget tégedet a zsarnokért megvéni szolganép. És a szabadság egyet mosolyog, s mind, aki híve a harctérre lép, s érette, mint a szép jánytól virágot, sebet, halált, oly jó kedvel veszem. Keblemre hajtva fejecskét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Hány drága élet húgy már érted el, ó szent szabadság, s mi haszna van, de lesz, ha nincs. Tiéd a diadal majd a csatáknak utolsóiban, s halottaidért bosszút is fogsz állni, s a bosszú állás rettentő leszen. Keblemre hajtva fejecskét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Vér panoráma leng előttem el, a jövendőkor jelenései. Saját vérök tavába fullnak bé a szabadságnak ellenségei. Egy kis mennydörgés szívem dobogása, s villámok futnak által fejemen. S keblemre hagyva fejecskét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőimet Koltóról, Teleki Sándor gróf kastélyának parkjából, ahol jelenleg vagyunk, és a szeptember első napjai minden alkalommal, minden évben a Petőfi napokat jelentik, hiszen köztudott már, hogy Koltó a világon élő összes magyarok egyik nagy zarándok helye lett. Ezen a helyen ünnepségek keretében emlékeznek meg úgy Teleki Sándorról, mint Petőfi Sándor és Szendrei Júliáról, akik mézes heteik első napjait töltötték itt, és azon kívül pedig születtek azok a gyönyörű versek, jó néhány, melyeket Petőfi Sándor itt írt Koltón. Hát reméljük, hogy néhány nap múlva a Teleki és Petőfi napok keretében nagyon nagy vendégsereg érkezik majd Koltóra, és örülni fognak azoknak a hallottaknak, látottaknak, melyek emlékeket idéznek innen, erről a tájról és ezekről az itt lévő emberekről. Koltói sétánkat folytatjuk, és íme itt vagyunk a múzeumnak parkjában, kertjében, méghozzá a híres kőasztal mellett. Itt szeretném kérdezgetni Kádár Helén idegenvezetőt, aki nagyon sokat tud erről a múzeumról és az egész Teleki Petőfi történelemről. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket itt Koltón a Teleki Kastélyparkban. Ez a hely, a sonfa, a kőasztallal, a Teleki Kastélypark
A múzeum, az emlékszobák és maga Koltó mind a magyar költészet és nemzeti büszkeségünk leglátogatottabb zarándokhelyei. Évente több ezer látogató fordul itt meg leróva kegyeletét irodalmunk legnagyobbja előtt, Petőfi Sándor előtt. Koltó, hogy ilyen hírnévre tett szert, az az eredendő oka ennek, hogy 1846-ban találkozott véletlenszerűen két jeles Sándor. Teleki és Petőfi. Teleki Sándor, a kastélyunk egykori házigazdája, 1845-től veszi át ennek a kastélynak az irányítását, és ezt teszi szülei felkérésére, ugyanis azelőtt nagy utazó hírében állt. És akkor lássuk pontosabban, ki volt Teleki Sándor. Valahogy így tudnám őt nektek bemutatni. Legendás 1848-as szabadságharcos, honvédezredes, ezen kívül főrendi házitag, ez a korabeli kétkamarás országgyűlési képviselőséget jelentette, Petőfi Sándor egyetlen arisztokrata barátja, Liszt Ferenc kedvenc utitársa, Jókai Mór Viktor Hugo, a két Dumas nagyon jó barátja, Bem József és Giuseppe Garibaldi főparancsnokok legkedvesebb segédtisztje, emlékíró, irodalmár, ezért a Petőfi Társaság és a Kisfaludi Társaság tagja, majd a Történelmi Társulatnak alapító tagja. A másik jeles Sándor, Petőfi. Gondolom, őt senkinek nem kell bemutatnom, ő már 1846-ban a kor elismert nagy költő apostola volt. E két jeles Sándor a következőképpen találkozott, tehát így folyt le a találkozásuk. 1846-ban találkoztak Nagy Károlyban, a főispán beiktatásának a ceremóniáján. Teleki Sándor, mint Kővárvidék főkapitánya érkezik erre az ünnepségre, és Petőfi Sándor, mint a poéta, Obernyik Károly kísérletében, írótársa kísérletében érkezik erre az ünnepségre. Először Szatmár Németiben látogatják meg Papp Endrét, Kölcsey volt jegyzőjét, és utána látogatnak le Nagy Károlyba a főispán beiktatásának az ünnepsége után tartandó megyebálra. Ők nem ismerték egymást, viszont az ismerősök egymás elébe tolják őket, hogy megismerkedjenek. Teleki Sándor barátságosan nyújtja a kezét, és azt mondja, szervusz druszám. Petőfi vonakodva, húzózkodva pedig azt mondja, én még élő gróffal nem találkoztam. Ugye tudjuk, hogy milyen véleménye volt Petőfi Sándornak a földesurakról, arisztokratákról. Ő inkább a kötelet kívánta volna a nyakukba ezeknek az embereknek. Tehát azt mondja, én még élő gróffal nem találkoztam. Erre Teleki viccesen azt válaszolja, miért, Döglöttel már találkoztál? Petőfi válasza pedig erre az, hát az magam is voltam komédiás koromban. És akkor Teleki Sándor tesz egy kijelentést. Hát velem sem ugyan sokra mész, fiam, mert én is csak amolyan vad gróf vagyok. Ezt a választ Petőfi nem várta, tetszett neki ez a válasz, innen kezdve a jég meg volt törve, és barátokká lettek, tehát elfogadták egymást barátoknak. Aztán egész reggelig folyt a dínom-dánom, és nagyon jól szórakoztak. Teleki Sándor már ekkor meghívja magához Petőfit Koltóra, aki ezt a meghívását elfogadja, és ennek eleget téve a következő hónap október 2-án már Koltóra látogat. Nos, a két jeles Sándornak a véletlenszerű találkozása és a későbbiekben Petőfi Sándor többszöri látogatása Koltóra még mindig nem lett volna elég ahhoz, hogy településünk ekkora hírnévre tegyen szert. Ha mindezt meg nem koronázza, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia itt be nem teljesedett boldogsága. Ebben a kastélyban töltik a mézes heteket, életük legszebb pillanatait, pontosabban 6 hetet 1847. szeptember 9-től október 20-áig, miközben Petőfi Sándor a magyar lírát 27 új gyönyörű verssel gazdagítja. A Koltón született versek összessége 33 darab, tehát mézes hetek ideje alatt 27 verset írt. Itt születtek a Júlia versek legszebbjei, mint például a szeptember végén, ez a világirodalom egyik legszebb szerelmes verse, vagy Beszél a fákkal a bús őszi szél, 10 pár csókot egyvégből, Elértem, mit ember érhet el, mennyi és föld, mi a szerelem, és a többiek. A verseknek a nagy részét itt írja Petőfi Sándor a sonfa alatti kőasztalon.
A kőasztal, amit itt láthatunk, eredeti, tehát a kőlap eredeti, a lábak természetesen időközben már sokszor cserélődtek, viszont ez a kis fa, a sonfa, egy csemete, ugyanis Petőfi és Teleki öreg régi sonfája sajnos kidőlt 1997-ben, de a maradvány egy részét fent a kastély erkélyén megtekinthetjük, tehát a törzs és az ágak egy részét sikerült megmenteni. Ez pedig egy csemete, fiatal hajtásból kinőtt példány. Amit még erről a helyről tudni kell, az az, hogy Teleki Sándor, az egykori házigazda, Petőfi barátot, a legendás honvédezredest, saját végső akarata szerint ide temetik, valahol itt lehetett ez a hely, közel a sonfához. 1892-ben történt ez, tehát ekkor hal meg Teleki Sándor a nagybányai lakásában, 4 nap után kihozzák ide Koltóra, és saját kérésére a kedves barátja, Petőfi Sándor legkedvesebb tartózkodási helyére temetik, tehát az öreg sonfa alá. És itt is található a sírja egész 1936-ig, amikor János gróf, Teleki Sándor fia a családjával elhagyja a kastélyt örökre, tehát itt hagyja Koltót, természetesen politikai viszonyok miatt, és ekkor a család kérésére exhumálják Teleki Sándor sírját, és ekkor helyezik át a falu református temetőjébe. Szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, már hó takará el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, tél dere már megüté fejlődik. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet kebelembe tevére, holnap nem amulsz és sírom fölébe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borít az a szemfodát. Rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó ólakazat, én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt, letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyedén elfeledét hívedet, s e szív sebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. És most pedig a kastélyparkról szeretnék szólni egy pár szót, aztán a szobrokról, épületekről. A kastélyparkban egy pár természeti ritkaságnak számító fára is felhívom a figyelmeteket. Az egyik elől az előbb jöttünk el, tehát alatta a mocsári cédrus, az egyik híres fánk, több mint 350 éves, tehát az egyik a sonfa irányában található, a másik a párja az iskola udvarán, több mint 350 évesek és a földközi tenger vidékéről származnak. Még annak idején második Rákóczi Ferenc kuruc katonái telepítették ide településünkre, természetesen mielőtt Teleki birtok lett Koltó. A másik híres fánk itt látható a kastély előtt, a kastély közvetlen szomszédságában, a híres fekete körisfa, egy öreg bütykös fa, több mint 250 éves, és arról híres, hogy Liszt Ferenc koltói látogatása idején alatta muzsikál a zeneszerzőnek Pócsi Laci cigányprímás és bandája. Liszt Ferenc 1846-ban volt vendége a kastélynak, és akkoriban a zeneszerző, híres zongoraművész a cigány zenekarok után érdeklődik nagy előszeretettel. Az ő kérésére hozatja el Teleki Sándor Máramaros-szigetről a legjobban zenélő cigánybandát. Ez pedig Pócsi Laci cigányprímás és bandája volt. Itt a fekete körisfa alatt a vendégek táncolnak, a zenebona kivilágos kivirattig tart, és Liszt Ferenc, a zongoraművész ül egy széken is jegyzetel.
Aztán 1846-tól tudjuk, hogy Liszt Ferenc elkezdi sorozatban kiadni a Magyar Rapszódiák című zongoratétel sorozatát, amiben tulajdonképpen a magyar népzenét keveri a cigányzenével, ezeket a darabokat olyan ellenállhatatlanná. A Koltón hallott emlékét a 14. sorszámú tételében örökíti meg a koltói csárdást, és ezekben is a cigány zenekarokra jellegzetes hangszereket szólaltat meg zongorán, cimbalom, brácsa, klarinét, hegedű, stb. És akkor lássuk a szobrokat. Három szobrot lehet látni a kastélyparkban, felsorolom őket időrendi leleplezési sorrendben. Az első, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia életnagyságú páros szobra, készült 1997-ben, Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászművész készítette, és a házaspár házasságkötésének 150. évfordulója alkalmából készült. Egyedülállóan egész alakos szobor, Petőfi páros az egész világon, másfele, ahol szoborrá dermedve láthatjuk őket, csak mellszobrokat lehet látni róluk, tehát így egész alakos, egyedülálló az egész világon. 2009-ben készült el Teleki Sándor mellszobra, a jó barátaival szembenéz, egykori kastélyával szembenéz, tehát ő van itt a középpontban, Díny és László budapesti szobrászművész alkotása, ugyanúgy, mint a Liszt Ferenc szobra, tehát ugyanez a művész készítette el, 2011-ben lepleztük a Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. A Liszt Ferenc szoborról annyit illik tudni, hogy ez itt nálunk a parkban Erdély első Liszt Ferenc szobra. És akkor lássuk az épületeket. Két épületet lehet látni itt a kastélyparkban. A távolabbi épület jelenleg iskolaként működik, és ez volt az első épület, amit Teleki Sándor közvetlen ősei, Teleki József az 1700-as évek elején felépítetett gazdasági majorként. Majd Teleki Sándor idejében cselédházként működött, nyári laknak is nevezték. Nevezetes kastélyunk 1740-1760 között épült Mária Terézia uralkodása idején barokk stílusban. Puritán egyszerű stílusú épület, ez a stílus tulajdonképpen a korabeli erdélyi udvarházakra volt jellemző, mintsem a földesurak, arisztokraták, főnemesek kastélyaira. Éppen ezért szoktam mondani, nem is kastély ez, csak egy udvarház. Egyforma négyszögű falai vannak, tetőzete kettős és csúcsban végződik. A lépcsőház, ami itt látható a bejáratnál, és az északi oldalán található egy erkély, ezek mind utólag lettek hozzácsatolva a kastélyhoz. Ezt azért szoktam kihangsúlyozni, hogy ne essünk tévedésbe Petőfi Sándor idejében, mikor a nászútjukon voltak itt Koltón. A csodálatos panorámát nem az erkélyről látták, hanem a hálószobájuk ablakából. Ez a csodálatos panoráma például a Rozsály csúcsa, a híres Bérci tető, amit Petőfi Sándor a Szeptember végén című versében említ meg, tehát ezeket ők biztosan csak a hálószobájuk ablakából láthatták. Teleki Blanka emlékszobában vagyunk. Teleki Blanka ugyanennek a széki Teleki családnak a sarja, és pedig nagynénye volt Teleki Sándornak. Blanka Kővárhosszúfalon született, ez a helység is itt található Máramaros megye területén, nem messze tőlünk. Egyébként a koltói kastélyon kívül még egy Teleki kastély található, és a Kővárhosszúfalui Teleki kastélyon kívül még egy Teleki kastély található Máramaros megye területén, ez a Pribékfalvi kastély, ahol Teleki Pál Magyarország egykori miniszterelnöke nevelkedett. Visszatérve Blankára, tehát az édesapja Teleki Imre kastélyában nevelkedik, gyerekkorában, fiatalkorában festészetet, szobrászatot tanul, Budán például Ferenci István szobrászművésztől tanul szobrászatot. Aztán mégiscsak a nőnevelést választja élethivatásául. És ezt az életpályáját választja tulajdonképpen a nagynéni Brunswick Teréz hatására, aki édesanyjának nővére volt, Brunswick Karolina nővére, és ő alapította Martonvásáron az első magyar óvodákat, kisded óvóknak hívták ezeket az intézeteket.
Blanka leánynevelő intézetet állított fel Budapesten 1846 őszén azzal a céllal, hogy korszerűen művelt, a magyar nyelvet kitűnően beszélő és a nemzet iránt is elkötelezett honleányokat neveljen. Sajnos ezt az intézetet aztán elsöpri a történelem. Közben jön 1848, Pest kiürítésekor az intézetet bezárta, a leányokat hazaküldte, és ő pedig a család Szatmár-Pálfalvi birtokára húzódik vissza erre az időre. A világosi fegyverletétel után Blankát megvádolják felségsértéssel, tulajdonképpen a következőket tette, ezért gyűjtögeti a szabadságharc erekjéit, ezen kívül politikai cikkeket ír, külföldi forradalmi körökkel tartja a kapcsolatot, rejtegeti, bújtogatja a sebesült honvédeket, őket pénzzel, élelemmel segíti, tehát a levelezéséről tudomást szerez a bécsi rendőrség, házkutatást rendelnek el nála, ráadásul Kossuth bankókat is találtak meg otthonában, és ezért kész volt a vád ellene, előállítják, 2 évig tartották előzetes letartóztatásban Pesten, az új épületben, és elhangzik aztán a vád ellene, hogy otthon a búvóhely, politikai laboratórium és veszélyes mesterkedések színhelye. Ezért Blanka csekély 10 évi várfogságot kapott, és ebből tulajdonképpen 6 évet le is ül Ausztria legembertelenebb, legkegyetlenebb várbörtöneiben, többek között Kunsteinban ült 3 évet, de ült még Olmützben is, Brünnben is. Aztán amnestiával szabadul 6 év után, már nagyon betegen, nagyon csúnyán köhögött, tehát betegen jön ki börtönéből, de állítólag szellemileg nagyon frissen, és soha egyetlen panaszos szó sem hagyta el az ajkait. Együtt szabadul Lövei Klárával. Lövei Klára volt annak idején az intézetének egyik leánynevelőnője, ő Máramarosszigetről származott, és őt is ugyanazért a vádért, ugyanaz volt a vád ellene, amiért lecsukták, mint Blankát. Hamarabb szabadult volna 1 évvel, de Klárának volt egy olyan kérése, hogy engedjék meg, hogy csak akkor szabaduljon, amikor Blanka, ugyanis barátnők voltak, és lelkileg is támogatták egymást. Miután szabadulnak, ez 1857-ben történt, tehát 51-ben tartóztatják le, 57-ben szabadul, és nagyon nehezen tudott útlevelet szerezni, meggyengült egészségi állapotára hivatkozva mégiscsak sikerült, és így Klárával kirándulgatnak Európa különböző városaiban, különböző állomásokat választanak, és így kerül ki tulajdonképpen Párizsba, a húgához, Emmához, aki egy De Gerando Agostino nevezetű íróhoz, költőhöz ment feleségül, és Blankát itt éri váratlanul a halál távol hazájától. Utolsó érthető szava is az volt, hogy Magyarország. A mai napig a párizsi Montparnasse-i temetőben található a sírja, a szobában ezekről láthatunk felvételeket, illetve ezek a felvételek napjainkban készültek. 2006-ban alapította a szobát a Teleki Blanka Nagybányai Nyugdíjas Klub. Ekkor ünnepeltük Blanka születésének 200. évfordulóját. 2007-ben ünnepeltük Blanka szabadulásának 150. évfordulóját. Ekkor készültek a felvételek a párizsi Montparnasse-i temetőben. Amit még lehet látni a szobában, az a másik oldalon van, a kunsteini várbörtönről felvételek, Blanka volt cellájáról, Blanka egy pár grafikája, amit a várbörtönben készített a magyar rabnőkről, és esetleg sikerül később megmutatni ezt a nagyon szép 19. századbeli ruhát, napjainkban készült, tehát Blanka korabeli ünneplő ruha, és ez a 2 szép érdekes utazó láda, tehát még erre hívnám fel a kedves tévénézők figyelmét, tehát mind korabeli tárgy és a nyugdíjas klubtagok gyűjtötték össze. Talán még érdemes megemlítsem Vasvári Pál nevét. Vasvári Pál volt a Blanka egykori intézetének a vezető tanára, történelem és magyar irodalom tanár volt, a leányok rajongtak érte, ugyanúgy tette ezt Blanka is, nagyon jóképű volt, igaz, hogy Blanka és Vasvári Pál között 20 év korkülönbség volt, Blankának is nagyon tetszett a fiatal fiú, fiatal tanár, és hozzá titkos szerelem is fűzte Blankát, természetesen ez csak egy plátói szerelem maradt, nem lett semmi belőle, mert Vasvári Pál 1849-ben nagyon csúnya halállal hal meg,
Hát megölik a mócok több mint 300 magyar katonával, Gyalu környékén, tehát Kolozsvár környékén, a gyalui havasokban. Teleki Sándor emlékszobában vagyunk. Teleki Sándort nagyjából bemutattam a bevezetőben, hogy ki volt ő. Az ő élete tulajdonképpen egy színes kaland és csupa történelem évszám, mégis szerintem egy pár dolgot még szeretnék megemlíteni, amit kihagytam az előbb. Teleki Sándor 1821-ben született Kolozsváron, a közép utána az édesapja Nagysármási birtokán nevelkedik, aztán elvégzi a kolozsvári piaristák konviktusát, a középfokú gimnáziumot, miután Vásárhelyen a jogi akadémiát sikerült befejeznie. Ezután, mint annak idején lenni szokott, divat volt, Európa jeles országaiban, német egyetemein képezi tovább magát. Egyrészt ez sikerült is Berlinben, Halléban, Jénában látogatja az egyetemeket, de hát ő nem arra született, hogy az egyetemi padok egyhangúságát elviselje, ezért Teleki Sándor élete következő részét utazásokkal tölti, tehát az utazást választja. Ez 1841 és 45 között történt pontosabban. Hadd említsem meg, hogy még 1835 és 36 között Táncsics Mihály volt az otthoni nevelője, tehát egy évig tanítgatta otthon Táncsics Mihály Teleki Sándort. 1843-ban ismerkedik meg Liszt Ferenccel, a híres zongora virtuózzal, és életre szóló barátságot kötnek. Teleki Sándor elkíséri Lisztet különböző európai hangversenyeire, turnéira, ezért mondtam az elején, hogy Liszt Ferenc kedvenc útitársává válik Teleki Sándor. Többek között Szentpétervárra kíséri őt el, tehát Oroszországba, Bukarestbe, ne felejtsük el, hogy Teleki Sándor nagyon jól beszélt román nyelven is, ezen kívül Budapestre is egy alkalommal, és Párizsba. Ekkor mondta erről a városról Teleki Sándor, hogy nincs más város a világon, csak Párizs. Aztán 1845-ben a szülei, hogy végre rökhöz kössék, rábízzák ennek a koltói birtoknak a vezetését. De hát, illetve ezt Teleki Sándor el is fogadja, tehát ide jön Koltóra, beköltözik a kastélyba, csak hogy ő nem arra született, hogy vidéki földesúrrá váljon, ezért a kastély ajtajait, kapuit gyorsan megnyitja a híres művészek, harcostársak, vendégek előtt, és folyamatosan fogadja a vendégeket, a vendégek egymásnak adták át a kilincset, hatalmas vacsorák közepette tárgyalgatták a világ sorsát. Teleki Sándor életéhez és az 1845-ös évszámhoz kötődik, hogy Kővárvidék főkapitányává választják, később Erdély kormánybiztosa lesz. 1846-ban ismerkedik meg Petőfi Sándorral Nagykárolyban, ezt a történetet, ezt az esetet említettem az előbb. Aztán Teleki Sándor életében következne 1848 a szabadságharc. Ebben aktívan részt vesz, ugye, mint Kővárvidék főkapitánya, Erdély kormánybiztosa indul a szabadságharcba, és hamarosan Bem Józsefnek lesz a legkedvesebb segédtisztje, főintendánsa, ahogy ezt abban a korban nevezték. Bem József volt az erdélyi magyar forradalmi hadsereg főgenerálisa, főparancsnoka. Ne felejtsük el, hogy Teleki Sándor kitűnő erdélyi helyismerettel rendelkezett, nagyon jó volt a tájékozódó képessége, ezen kívül nagyszerű lovas, céllövő és vívó volt. A világosi fegyverletétel után, tehát a szabadságharc bukása után Teleki Sándor fogságba esik, bekerül az aradi vár börtönébe. Itt nem ismerték az elején a rangját, nem voltak nála papírok, okmányok, ezért nem tudták elítélni, tehát a börtönben sínylődik. Közben fültanúja az aradi 13 kivégzésének, és egy idő után, körülbelül másfél-két év után sikerül megszöknie az aradi vár börtönéből. Természetesen megszervezték a szökését, segítettek neki, csak két nevet említsek,
Csernovics Péter, egy bánáti mágnás, aki egyébként Damjanics János sógora is volt, és ő volt az, aki Damjanics János holttestét drága pénzért váltotta ki a hóhértól, hogy tisztességesen el tudja temetni. Tehát ő volt az egyik szervező, segítő a szökésében, kívülről pedig Rózsa Sándor, a betyár, segíti Teleki Sándort a szökésében. Így előbb a bujdosik az aradi megyében, vármegyében, Tanyákon, Törökországon keresztül, utána nyugatra sikerül menekülnie, Európa nyugati részébe. És így él aztán előbb francia területen, 1851-től, mikor Franciaországban ismét császárság lesz, tovább menekül, így kerül ki Nagy-Britanniába, Angliába, innen pedig tovább menekül Jersey szigetére. Jersey annak idején olyan emigrációs központ volt, így gyűltek össze az emigráltak, menekültek, lengyelek, magyarok, mindenféle nemzetiségűek, és Victor Hugo volt a szellemi vezetőjük, az emigráltak támogatója. Együtt szerkesztik a Világdemokrácia napilapot, a Le Homme napilapot, Teleki Sándor a külpolitikai rovat vezetője. A két Dumas-val is itt ismerkedik meg Jersey szigetén, akik nagy előszeretettel látogatták Victor Hugót ezen a szigeten. Aztán 1860-t említeném meg, és pedig a Garibaldi nevét, Giuseppe Garibaldi nevét, aki 1860-ban, tehát az olaszországi mozgalmak kapcsán hallják meg ezt a nevet is, Teleki Sándorék a szigeten, Tűr István is itt található a szigeten. Ő, Garibaldi, az egységes szabad Olaszországért harcol, Tűr István szervezésében pedig a Magyar Légió, tehát a légiót szervez és csatlakozik Garibaldi hadseregéhez. Teleki Sándor is itt találjuk, Tűr István oldalán, meg is nyernek nagyon sikeresen bizonyos fontos hadjáratokat, a szicíliai, nápolyi hadjáratokat. Ekkor történik az, hogy Garibaldi inget cserél, a híres vörös ingét cseréli el a Teleki Sándoréval. Ez a szimbolikus cselekmény azt jelentette, hogy testvérévé fogadta. És így lassan elérkezünk a kiegyezéshez, 1867 a kiegyezés éve, amikor Teleki Sándor amnestiát nyer, és végre 18 évi számüzetés után hazatérhetett szülőföldjére, hazajön ide Koltóra, immár második feleségével, Litte Stiverwald Matildnak hívták ezt a hölgyet, itt látható róla egy arckép, és három Olaszországban született gyerekével, Sándor László János. 1868-ban érnek ők haza, tehát érkeznek haza Koltóra, az utolsó gyerekük Blankának hívták, a kis buba már itt Koltón született a kastélyban. Teleki Sándor életéből még hátra maradt egy 20 év tulajdonképpen, amikor visszavonul, bár demokratikus elveit soha nem tagadta meg, beköltözik a Nagybányán felépített lakásába. Ezt a házat, ezt az intézményt a mai nap Teleki Magyar Háznak hívják, és a magyarok kulturális rendezvényeinek ad otthont egész Máramaros megye területén. Itt kezd el írogatni, az, amit ő művelt igazán, és ami a legjobb, a fontosabb erőssége volt neki, memoár írásnak, emlékírásnak nevezik, bár sok mindent írt ő életében, publicisztikát, szónoklatot, újságcikket, riportot, mindenféle humoros elbeszélést, de ez volt az erőssége, az emlékírás, élete regényét veti papírra. Több kötetben jelentek meg a művei, például emlékezzünk, 6 kötetben jelentek meg ezek a művei, például emlékezzünk a régiekről, vagy emlékeim, újabb emlékeim Garibaldi alatt Morzsák Petőfiről és másak. Aztán ugye 1892-ben említettem, hogy Nagybányán hal meg, és akkor temetik ide a Koltói parkba, a sonfa alá, és 1936-ban kerül át a falu református temetőjébe. Még amit Teleki Sándorról szeretnék elmondani, az egy érdekesség, híres gasztronómus is volt, ő népszerűsíti a francia és az olasz konyhát itt Erdélyben, és ott pedig Olaszországban és Franciaországban az erdélyi konyhát, gondoljunk csak a rakott káposztájára, a híres teleki rakott káposztára. Zilahi Ágnest szakácskönyv írásra serkenti, 1892-ben jelent meg Zilahi Ágnes első szakácskönyve, valódi magyar szakácskönyv, és ebben Teleki Sándor ír előszót ehhez a szakácskönyvhez. Amiről még mesélni szeretnék, az a Teleki családfa,
Ezen az oldalon láthatjuk a Teleki család címerét és a Teleki családfát. A Széki Teleki család tulajdonképpen Erdély és Magyarország egyik legjelentősebb arisztokrata családja. Tagjai a legkülönbözőbb rangokat és hivatásokat töltötték be a történelem folyamán. A Széki Teleki család a Garázda nemzetségből származik. A Garázda szóban nem a mai Garázda szó jelentését kell keresnünk. Ez a szó a Gorazdje város elnevezésű városból ered. Ez a város a mai Bosznia-Hercegovina területén található a Drina partján, tehát innen ered, származik a Garázda nemzetség. 1400-as évek elején tűnnek fel a garázdák országos jelentőséggel luxemburgi Zsigmond király idejében, és tőle kapják tulajdonképpen 1414-ben első címeres levelüket, amin egy lángokból kiemelkedő vadkecske látható. A láng tulajdonképpen az égő csipkebogort jelenti, tehát bibliai jelkép, és a vadkecske honfoglaláskori jelkép. Ez talán azt jelentette, hogy ez a nemzetség még annak idején Árpáddal érkezett a honfoglalás ideje alatt, és letelepedett ugye Gorazdje város területére, innen ered a nevük. Az égő csipkebokor, a bibliai jelkép pedig azt jelentette, hogy a pogányságról áttértek majd a keresztény hitre. A 1414 körül a Garázda nemzetség feljebb húzódik Magyarország területére, a törökök nyomására történt ez a dolog, és így szereznek birtokokat Erdély és Magyarország különböző területein. Ekkor tesz szert a Garázda nemzetség a következő birtokokra: a mai Arad megyében szerzik meg Bél Márkaszéket, a Magyarország Békés megyei területén Teleket, és Zala megyében Zágorhidára tesznek szert, és így három részre oszlik a család: Széki, Teleki és Zágorhidi garázdákra. A család oldalágainak az újraegyesülésének köszönhető az a dolog, hogy elhagyják a Garázda nevet, és marad a Széki, Teleki név a nevükből. Ez pedig a következőképpen történt. Már az 1600-as évek elején járunk, az 1500-as évek végén, amikor a Széki Garázda János utolsó leányát, Annát, feleségül kéri a Teleki Garázda Mihály, vagy egyszerűen első Teleki Mihály, és az ő leszármazottjaik elhagyják a Garázda nevet, és marad a nevükből a Széki Teleki. Tehát ő volt az első Teleki Mihály, akit említettem, mellesleg ő Bocskai István, és a bátori fejedelmek testőrkapitánya volt. Az ő fia első János Zala vármegye főispánja volt, és neki a négy gyerekéből második Széki Teleki Mihály volt az, aki tulajdonképpen az összes Széki Teleki törzsatja. Nálunk innen indul második Mihálytól, Teleki Mihálytól a felvezetés, a családfa felvezetése. Második Teleki Mihály Apafi Mihály utolsó erdélyi fejedelem uralkodása idején kinevezett erdélyi főkancellár és a családi vagyon megalapozója. Neki tulajdonképpen 13 gyereke volt, de ennek a 13 gyereknek, ebből a 13 gyerekből csak háromnak volt követhető a családfa felvezetése, ebből Pál Ága kihalt, és maradt harmadik Mihály és Sándor családja. Azért vannak feltüntetve itt nálunk két ágon a családok, mert itt a mai napig élnek élő leszármazottak. Harmadik Mihály ágán tudom megemlíteni, hogy született például ezen az ágon következik Pál Ede Géza Pál, Magyarország egykori miniszterelnöke, 1920-tól 21-ig és 39-től 41-ig volt kinevezett miniszterelnök, azon kívül a külügyi tárca vezetője is volt, 1941-ben lett öngyilkos. Pribékfalván nevelkedett, ez is Máramaros megye területén található ez a helység. Itt a középső sorban látható Sándor bekeretezve, tehát akinek a kastélyában vagyunk, a vadgróf, a legendás honvédezredes Teleki Sándor. Ugyancsak ezen az ágon születik Blanka, született Blanka, a nőnevelés nagy úttörője, harcolt a magyar nők műveltségének egyenjogúságáért is.
A Sándor ága sokkal szélesebb és nagyobb ág, tulajdonképpen itt születik a család fénye java. Sándor tordai főispán volt annak idején, az ő ágából születik Teleki Sámuel, a híres vásárhelyi Teleki téka alapítója, több mint 40 ezer kötetet ajándékozott a könyvtárnak, és az ő dédunokája volt Teleki Sámuel, a híres Afrika kutató. Ez az ág, a Sámuel ága vezet a Sáromberki kastélyhoz. A László ága pedig vezet a Gernyaszegi kastélyhoz. Hadd említsem meg akkor innen is egy pár híres személyiséget. Teleki József Erdély volt főkormányzója, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, vagy például Teleki Miklós államhivatalnok, az erdélyi kancellárián kővárvidék adminisztrátora, testvére Lajos gazdálkodó. Ez az alsó tábla a Teleki Mikes Orbán rokonságot vázolja fel, az a lényeg benne, hogy Teleki Sándor unokatestvéri kapcsolatban állt Orbán Balázzsal, a néprajzkutatóval, a Székelyföld leírása című mű szerzőjével, és pedig az édesanyja révén volt ez a rokonság, Mikes Erzsébet révén, tehát a Mikes család révén. Itt még feltüntettek egy Mikes Kelemen nevezettű szemét. Mikes Kelemen, ez nem a rodostói Mikes Kelemen, csupán névazonosság, bár a rodostói Mikes Kelemen is ugyanebből a Mikes családból származik, tehát ő egy unokatestvér és hadosztály parancsnok, harcostárs az 1848-as szabadságharcban. Jókai Mór emlékszobában vagyunk. Tulajdonképpen ez a szoba, ami a legsivárabban van berendezve, de én úgy szoktam mondani, hogy annál érdekesebb történetet rejteget magába. Jókai Mór nevéhez fűződik egy érdekes történet. Egyébként hagyd mondjam el előtte, hogy Jókai Mór 1876-ban járt itt Koltón, 3 napot töltött, és erdélyi körútját járta abban az időben, Erdélyben pedig 3 hónapot töltött, mindössze 3 hónapot hosszú életéből. Ekkor, mikor itt jár Koltón és a koltói kastélynak a vendége, tehát az ő nevéhez fűződik az a dolog, hogy elkezd kutakodni egy érdekes és pikáns szerelmi történet után, Petőfi Sándor és Pila Anikó szerelmi története után. Ez a történet igaz volt, Petőfi Sándor 1846-ban, mikor itt jár a kastélyban, megismerkedik egy nagyon szép tüzesszemű cigányleányjal, Pila Anikóval. Ő volt a koltói cigányvajdának a szépséges leánya, és állítólag Teleki Sándor az előkelő vendégek számára hozatta fel a kastélyba, így járt Petőfi Sándor is, meglátogatta a költőt a késő őszi éjszakákon. Vers talán azért nem született Pila Anikóhoz, vagy Pila Anikóról, mert már ismerte Júliát Petőfi Sándor, és szíve már Júliájé volt. Tehát Jókai Mór az, aki ezt a történetet, szerelmi kalandot kinyomozza, semmi más nem érdekli jobban, mikor Koltón van, csak ez a történet, elhozatják neki ide a cigányasszonyt Felsőbányáról, aki természetesen időközben már több gyerekes családanya lett, szóba elegyedik vele, és fizetett neki a vallomásaiért, utána pedig megírja Jókai Mór ezt a gyönyörű versét az Utolsó eszménykép címmel, tehát itt látható a vers a falon. Nagyon diszkrét, nagyon szép, érdemes elolvasni annak, aki erre jár. Ugyancsak erre a történetre ír egy verset Móra Ferenc a Koltói cigányleány címmel, majd később Kibédi Sándor, a híres Mihály Eminescu versek fordítója, még ír egy színpadi művet, szeptember végén volt ennek a műnek a címe, és ebben tulajdonképpen Szendrei Júliát állítja szembe ezzel a cigányleánnyal, és ő azt állítja, hogy a szeptember végén című versnek az ihletője nem is Szendrei Júlia, hanem ez a szép koltói cigányleány Pila Anikó. Természetesen negatív kritikát kapott az ügy, és egyetlen színház sem akarta bemutatni annak idején. Amit még láthatunk a szobában, Jókai Mór festményei, grafikái, tehát Jókai Mór azon kívül, hogy híres regényíró volt, így véste be magát a magyar irodalomba, ezen kívül tehetséges képzőművész is volt, nagyon szépen festett, rajzolt, grafikákat készített. Ezen az oldalon Jókai Mór önarcképét láthatjuk, a középen, a felső sorban 19-20 éves lehet itt Jókai Mór, balra tőle Petőfi Sándor arcképe Barabás Miklós ábrázolásában. Barabás Miklós volt abban a korban a legjobb grafikus, akit ő megrajzolt, olyan volt, mintha lefényképezték volna. Ugyancsak az ő műve Jókai Mór és Laborfalvi Róza.
Ami még ehhez a szobához kötődik, olvashatunk a Vörösmarty ügyről. Ez volt az egyik oka a Petőfi Sándor és Jókai Mór barátságának a megszakításának. Ez azt jelentette, tehát röviden, hogy elmondjam, az Életképek című lapnál közösen voltak szerkesztők Petőfi Sándor Jókai Mórral. Jókai Mór távollétében Petőfi Sándor megjelentett egy verset Vörösmartyhoz, ez volt a címe a versnek, és ebben nagyon keményen bírálja a szózat szerzőjét, megjelenteti az Életképekben. Ez a vers természetesen nagy felháborodás, botrányt idézett elő. Jókai Mór visszatér, és itt olvashatjuk a cikkét, a nyilatkozatát erről az ügyről, a másik oldalon pedig Petőfi válaszát erre az ügyre. A másik ok, hogy megszakították a barátságukat, az Laborfalvi Róza volt, Jókai Mór első felesége, aki először is idősebb volt Jókaitól egy pár évvel, és volt egy házasságon kívüli gyereke, Lendvai Márton, nagybányai színésztől. Erdélyben. Barangol és zúg, zúg az őszi szél. Csörögnek a fák száraz lombjai, mint rab kezén a megrázott bilincs. Hallgass, zúgó szél! Hadd beszéljek én! Ha el nem hallgatsz, túl kiáltalak, mint nősírást az égi háború. Egy nemzet és két ország hallja meg, mi bennem eddig titkon forra csak, s amit keblemből mostan kiröpítek, mint a vulkán, az égő köveket. Az forra bennem, az fájt én nekem, hogy egy nemzetnek két országa van. Hogy egy két országos nemzet, a magyar. Ezt tette lelkem pusztává, a bánat pusztájává, ahol egy tigris lakik. A vérszemű, a lángszemű harag. Jó, e vadállat hányszor verte el magányos éjim csendét, ami dömbesüvöltötte puszta lelkemet. Mely ördög súgta, hogy ketté szakadjunk, hogy szétrepesszük a szent levelet, mit diadalmas őseink irának szívek vérébe mártván kardjokat. Ketté szakadtunk, és a szép levélből rongyok levének, miket elsodort és sárba dobott a századok viharja. Lábbal tiportak bennünket. Kenyűket és jajkiáltást küldöttünk az égbe, de panaszunkat az be nem fogadta. A rabszolgákat nem hallgatja az meg, mert aki jármot hát nyakába tenni, méltó reá, hogy azt hurcolja is, míg össze nem dől a korbács alatt. Tartottunk volna össze. A világ most tudná hírünket, nem volnánk kizárva a templomból, hol a nagy nemzeteknek a tisztelet tömjénét égetik. Tartottunk volna össze. Nem törölnénk szemünkből annyi fájdalmas könnyűt. Időn forgatjuk reszkető kezünkkel történetünknek sötét lapjait. A porszemet, mely csak magában áll, elfújja egy kis szellő, egy lehellet. De hogyha összeolvad, összenő, ha a porszemekből szikla alakul, a fergeteg sem ingathatja meg. Fontoljuk ezt meg, elvált magyarok. Amit mondtam, nem új, de szent igaz.
Az események romboló szele nem fúj jelenleg, és a porszemek nyugton hevernek biztos helyökön. De ha föltámad a szél, mielőtt egyé olvadnánk, elszétszór örökre a nagyvilágnak minden részibe, és soha többé meg nem leljük egymást. Iparkodjunk. A század viselős. Születni fognak nagyszerű napok, élet-halálnak vészes napjai. Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen az eljövendő óriásokat. Tartsuk meg a szép, a szent kézfogást. Tartsuk meg azt, ó, édes nemzetem, ki legelőször nyújtja ki kezét, azért legyen a hála s a dicsőség. S ki elfogadni azt vonakodik, annak porára szálljon minden átok, melyet sírunkra majd virág helyett ültetni fognak maradékaink. Kiket örökre megnyomorítánk. Petőfi Sándor és Szendrei Júlia emlékszobájában vagyunk. Ebben a szobában az ő kapcsolatukról lehet olvasgatni, a megismerkedésük körülményeiről, egészen ameddig eljutunk az erdői várban történt esküvőről. Petőfi Sándor Szendrei Júliával 1846. szeptember 6-án ismerkedett meg, bocsánat, szeptember 8-án, szeptember 6-án történt a főispán beiktatásának a ceremóniája, ekkor ismerkedik meg Teleki Sándorral Petőfi, tehát a két jeles Sándor, ezután pedig két nap után a nagykárolyiak tartanak egy megyebált. Erre érkezett meg tulajdonképpen Petőfi Sándor, a poéta, Pestről Obernyi Károly kíséretében indul el erre az eseményre. Útközben meglátogatják Pap Endrét Szatmáron, aki Kölcsei volt jegyzője, író, és Riskai Ignácot, vármegyei jegyzőt. Tehát velük, az ő társaságukkal érkezik Nagykárolyba, a megyebárra, a szarvasfogadóban száll meg Petőfi Sándor, a szarvasfogadóval átellenben pedig található volt a Térei ház, Térei Mari háza, aki Szendrei Júliának legjobb nagykárolyi barátnője volt, és Júlia is a megyebárra érkezik erre az eseményre, Térei Marinál szállt meg. Petőfi már a megyebál előtti napon megpillantja a kertben sétálgatva Szendrei Júliát, ezt a szép barna karcsú kislányt, aki már akkor felhívja magára a figyelmét, Petőfi figyelmét, és ekkor tesz már egy olyan kijelentést Petőfi Sándor, hogy vagy ő, vagy senki más nem lesz a feleségem. Hát az esküvőre tulajdonképpen egy év után kerül sor, pontosan egy évre rá a megismerkedésükre, de addig még nagyon sok minden történt Petőfi Sándor életében. Tehát ők már ismerik Júliát, táncolnak együtt a megyebálon, rokonszenvesek lesznek. Júlia nem igazán érdeklődött annyira, nem igazán hiszem, hogy szerelemre lobbant első látásra Petőfi Sándor iránt, de a kapcsolatukban már elkezdődött valami, ami aztán később kiteljesedett. Petőfi Sándorról kell megemlítsem, hogy 1846. október második felében először ide látogat Koltóra, Teleki Sándor meghívásának eleget téve. Itt tanul meg a koltói parkban, a kastély parkban lovagolni, lovaskocsit hajtani, beleszeret ebbe a gyönyörű tájba. Kirándulgatnak, meglátogatják a híres kereszthegyi bányákat Teleki Sándorral. Ekkor írja a Bányában című versét Petőfi. Azon kívül, még ami tetszett neki, hogy itt a kastélyban mozgalmas politikai élet várta Petőfit, ugyanis Teleki Sándor itt gyűjtötte össze a kor haladó szellemiségű politikusait, mindenféle művész embert, fontos embert, és itt tárgyalgatták a világ sorsát hatalmas vacsorák közepette. Egy ilyen vacsorába csöppen bele Petőfi Sándor is, és az egyik alkalommal Teleki Sándort felkéri az egyik vendég, hogy mondjon pohárköszöntőt. Teleki Sándor pedig azt mondja, itt van Petőfi Sándor, mondjon ő pohárköszöntőt, jobban tudja forgatni a szavakat bármelyikünknél. Petőfi Sándor pedig egy kis időt kér, gyorsan befejezi a pár nappal azelőtt már megkezdett Erdélyben című versét, 5 perc múlva feláll, és elszavalja ezt a verset. Egyébként ez a vers is itt olvasható a tárlóban.
ezt az egyszerű szép verset, ami aztán később a magyar reformkori líra egyik legjelentősebb programversévé vált. Tehát itt született ez a vers, az ebédlő itt volt alattunk, a földszinten, a másik oldalon, tehát valahol itt történt ez az esemény. Aztán a Júliával való kapcsolatára visszakanyarodva, ez a periódus egy kétes periódus az életükben, nem biztosak egymás szerelmében, levelezgetnek, levelet váltanak, de nem voltak biztos egymás szerelmében. Petőfi Sándor ebben az időben a szerelem keresés periódusában található, nagyon vágyódott a szerelemre, talán ezzel magyarázható egy következő kis kalandja, amiről beszélnem kell, Prielle Kornélia színművésznővel. Prielle Kornélia az ünnepelt, sikeres, tehetséges színésznő szinte Petőfi Sándornévá vált. Ez pedig a következőképpen történt, Debrecenbe látogat Petőfi Sándor, már Pestre indul vissza az erdélyi körútját befejezve, tehát 1846-ban történt ez is, és Debrecenbe megáll, itt pedig az egyik színházban épp Prielle Kornélia szerepel egy színpadi játékában, látja őt fellépni, nagyon megtetszett neki, aki épp Petőfi Sándor betét dalát énekli, és hirtelen fellángolásában Petőfi Sándor megkéri a művésznő kezét. Az, hogy nem lett házasság a dologból, csak annak volt köszönhető, hogy túl fiatalok voltak. Kornélia mindössze 20 éves, Sándor 24 éves, és abban az időben 24 évtől számított a nagykorúság. A szülői beleegyezés hiányában pedig sem a református, sem a katolikus pap nem merte őket összeházasítani. Aztán ez a fellángolás alábbhagyott, Petőfi Sándor mégiscsak tovább utazik Debrecenből, és kibékül később Júliával, de ez már az 1847-es évben történik, amikor is Júlia tulajdonképpen annak a félelmében található, hogy elveszítheti Petőfi Sándort, és ezért megvallja érzelmeit Térei Marinak. Gondoljunk csak a naplófeljegyzéseire, Júlia naplófeljegyzéseire. Térei Mari pedig, aki nagyon jól ismeri a legjobb barátnőjét, bátorkodik levelet írni Sándornak, amiben vall ezekről az érzelmekről, Júlia igaz, tiszta szerelméről. Egyébként Petőfi Sándor is híreket hallott Júlia flörtjeiről. Júliának udvarolgatott volna egy német katonatiszt, ez a hír eljut Sándorhoz, és azt mondja róla, hát német is, gróf is, katonatiszt is, nekem ez háromszoros ellenség, tehát ez volt az a kétes periódus közöttük, aztán Júlia véget vett ennek, és bevallja Marinak az érzelmeit, aki megírja Petőfi Sándornak ezeket az érzéseket. Ebből a levélből olvashatunk itt egy részletet a falon, ez a levél eljut Sándorhoz, aki aztán megírja a Reszket a bokor című versét, aminek két utolsó sora így szól, ha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg, de ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg. Ez a vers eljut Júliához, megérti az üzenetét, és csak annyit válaszol Sas Károly uradalmi jegyző közvetítésével, hogy ezerszer Júlia. És akkor kész a béke közöttük. Petőfi Sándor 1847 májusában ismét Erdődre látogat, utána többször megfordul náluk, és odállnak az édesapa elébe, Szendrey Ignác elébe a házassági szándékukkal. Természetesen a válasz tagadó volt, Szendrey Ignác, mint a Károlyi grófság jószágigazgatója, aki nagyon konok szigorú apa volt, inkább egy a német katonatiszthez adta volna szívesen feleségül a lányát, mint Petőfi Sándorhoz, a volt vándorszínészhez, poétához, akinek csak a mai nap biztos a kenyere, de holnap már nem biztos. De ekkor tűz ki tulajdonképpen három hónapi haladékot, utána pedig már nem volt mit tennie, azt mondta, engem már nem érdekel, csináljátok, amit akartok, tegyetek, amit akartok. És Petőfi Júliával azt tette, hogy kitűzte az eljegyzést augusztus 5-ére, az esküvőt pedig szeptember 8-ára. Szeptember elején Petőfi Sándor még egyszer itt jár vidékünkön, egyébként 1847-ben többször is megfordult vidékünkön Teleki Sándornál, sokszor hivatlanul csak úgy betoppant a kastélyba, természetesen Teleki Sándor nagy örömére, nagyon szívesen fogadta mindig, és ekkor történik az, hogy elkéri a kastélyt, tehát Teleki Sándortól a kastélyt, hogy engedje meg, hogy töltse itt a mézes heteket. Ugyanis pénztelen volt, szegény volt, nem igazán lett volna, hogy hova vigye az úri családból származó menyasszonyát erre az időre.
ekkor kérdez rá Teleki Sándor viccesen, Petőfitől megkérdezi, hogy még Pila Anikó is hagyja el a kastélyt, mert Petőfi Sándornak volt egy olyan furcsa kérése, hogy úgy szeretné, hogy mindenki hagyja el a kastélyt erre az időre, ő kettesben szeretne maradni a feleségével. És ekkor kérdez rá Teleki, hogy még Pila Anikó is hagyja el a kastélyt. Igen, elsősorban ő. Volt a válasz a Petőfinek, és így történt az, hogy a cigányleányt lefizették, aki a pénz ellenében jó távolra tűnt el innen a kastély környékéről. Teleki Sándor pedig viccesen megjegyzi, hogy a szakácsot és a feleségét mégiscsak itt hagyom nektek, mert nem fogtok turbékolásból megélni. És így történt az, hogy a mézes hetek idejére a Petőfi házaspáron kívül csak a szakács és a felesége volt található a kastélyban, viszont a szakácsnak is ki volt adva, hogy csak a kora reggeli órákban készítette el az aznapi ételadagot, utána neki is távoznia kellett a kastélyból. Az erdődi várban történt meg az esküvő, az erdődi vár kápolnájában katolikus szertartás szerint nagyon szűk családi körben, az édesapa természetesen nem vett részt az esküvőn, csak Júlia édesanyja, Júlia húga Mariska és két tanú, Júlia részéről Lauka Gusztáv öccse, Lauka József és Sas Károly. A Petőfi Sándor részéről Jókai Mor nem sikerült, hogy eljöjjön, mint tanú erre az esküvőre. Az esküvő után, szűk reggeli elfogyasztása után gyorsan lovaskocsira ülnek, és már is indulnak ide Koltó fele. Hát ki kellett volna érjenek szeptember 8-án ide Koltóra? Ez sajnos nem történt meg, ugyanis, és most ismerős ez a történet, amit most fogok elmondani, Misztót faluban egy kis baleset éri a lovaskocsit, eltört az egyik kereke. És most pedig Petőfi Sándort fogom idézni, tulajdonképpen felolvasom az ő napló feljegyzését. Ez történt a lovaskocsinak, a lovaskocsi kerekének a balesete után. Feleségem csak mosolyogta a bajt, de én dühösen dühöttem, és félrementem, hogy feleségem ne halljon, és ott kedvem és rangom szerint kikáronkodtam magamat. Egyéb következése nem lett a dolognak, csak hogy az itteni késedelem miatt másnap érhettünk Koltóra. Az éjet Nagybányán töltöttük a fogadóban. Házasságom első éjét a fogadóban. Nem hiába vagyok a csárdák költője. Ezt az eseményt egyébként a mai napig mind emléktábla őrzi a nagybányai épületen. A régi főtéren található ez az épület, ma Millenniumi Központnak hívják. Aztán szeptember 9-én megérkeznek ide Koltóra, és elkezdődik a nászútjuk, életük legboldogabb pillanatai, legszebb hetei. Erről az időről a következőket tudom mondani. Idejük nagy részét a hálószobában töltötték, vagy Petőfi Sándor írogatott a kőasztalon, a sonfa alatt írta a szép szerelmes verseit. Rendszeresen kijártak a Koltó területén található Vajda forráshoz. Itt vizet ittak, esetleg vizet hoztak fel a kastélyba, vagy Nagybányára kocsikáztak be vásárlásokat tenni. Esetleg meglátogatták törökfalvi pap Zsigmondot, a festőt, Petőfi Sándor jó barátját Nagybányán. Ami még fontos dolog volt, a mézes hetek ideje alatt a Petőfi házaspár keresztszülőkké válik, megkereszteltek egy koltói házaspár kislányát, egy református házaspár kislányát, Sebestyén Katának hívták ezt a gyereket, ezt a kislányt, Sebestyén család a mai napig él Koltón, és a gyereknek az anyakönyvi bejegyzése itt a tárlóban olvasható, nagyon szépen látszik az évszám, 1847, keresztszülők, tekintetes Petőfi Sándor úr és felesége Szendrei Júlia, alatta pedig a tanuk nevei következnek. Ugyanúgy látható a tárlóban az Erdődön bejegyzett házasság, tehát a házassági bejegyzés 1847. szeptember 8-a, a tanuk, és a végén van egy bejegyzés, a menyasszonyt Koltóra viszik, onnan Pestre mennek, tehát október 20-án a nászútjuk befejezése napján elindulnak Pest felé, lovaskocsival, Nagy Szalontát érintve, ahol Arany János látogatták meg. A szószék azért található itt a teremben, mert ez a református templomból származik, abból az időből, amikor ők kereszteltek a templomban. Ami még látható a szobában, azok a következőek, amit érdemes megnézni, Szendrei Júlia eredeti hímző asztala, kézzel festett,
Ezen kívül Szendrei Júlia jeggyűrűje hologram formájában, természetesen ezek mind adományok, és pedig a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum ajándékai. Fényképek formájában láthatunk fotókat Petőfi Sándor relikviáiból, Petőfi bicskája, gyufája, pipája, a másik oldalon Júlia relikviáiból ruhája, legyezője, kesztyűje, és az első Petőfi Sándor szobrunkat Várvédő István volt nagybányai szobrászművész alkotása. És végre ideértünk a múzeumunk legfontosabb szobájába, az egykori hálószoba helyszínére. Hát ez az egész teleki kastély legnagyobb kincse, ez a szoba, az egykori mézeshetek színhelye. Itt láthatjuk a rózsafából készült intarzia betétes nászágyat. Ezen kívül a többi bútor is, ami itt látható a szobában, mind eredeti teleki hagyaték, tehát ebből a kastélyból származik. Ezek pedig a következők. A két bútor, tehát az egyik szobabútor, a másik pedig egy konyhaszekrény darabja lehet, tehát tisztán látszik, hogy két különböző bútorzatnak a darabja. Ezen kívül az asztal, a lámpa, csak időközben átmázolták, a fali óra egy vadászkutyával, és a cserépkályha mind eredeti teleki hagyaték. Ebből a szobából volt a legszebb a kilátása Máramarosi hegyekre, tehát Petőfi Sándor a feleségével a bérci tetőt innen látták a szobájuk ablakából, ami ugye a rozsáj csúcsát jelentette. Amit még láthatunk a szobában, van egy szép korabeli női ruha a szekrényben, tulajdonképpen 1970-ben készült, mint korabeli ruha, korabeli mintázatú, és itt a tárlóban pedig egy ugyanolyan korabeli férfi ruha látható. Ezen a falon láthatjuk Petőfi Sándor egyetlen hiteles arcképét, a daguerotípiát. Ez volt tulajdonképpen a fényképezés őse, ez egy restaurált, kinagyított változata, az eredeti a másik szobában volt látható, ugyanígy néz ki, csak egy kicsit kisebb, halványabb és kopottabb volt. Fent pedig G. Szabó Béla kolozsvári művésznek a fametszetét láthatjuk, kézi levonatú fametszete, 1968-as alkotású, a kőasztal a sonfával, háttérben a kastély látható. Ezen a képen azért tisztán látszik, hogy 1868-ban a sonfa, az öreg sonfa már kezdett kidőlni. Ugye több mint 350 éves volt, és így 1997-ben dőlt ki végleg, és majd ezután megnézzük a maradványát a kastély erkélyén. Thank you.
Végre elérkeztünk, kedves nézőink, arra sokat emlegetett teraszra, ami a kastélynak jelenlegi tartozéka, de eredetileg nem volt az. Hát mondhatjuk, hogy olyan állapotban van, ami kicsit restaurálásra várna, de azért gondolom, hogy az illetékesek meg is teszik ezt a kellő időben, amikor hozzáférhetővé válnak majd olyan összegek, amelyikkel a kastélyt lehetne restaurálni a közeljövőben. Természetesen, hogy én nagyon hálásan köszönöm Kádár Helénkének ezt a gyönyörű idegenvezetést, amit a bemutatással közelebb hozott önökhöz is, azokat a személyiségeket emlegette, akik ide kötődtek minden időkben, és most múzeumként lehet látni azokat az emlékeket, amelyek ugyancsak hozzájuk fonódnak a múltnak idézéseként. Hát háttérbe, hogyha nagyon párásan és homályosan is, a Bérci tetőnek a, nem mondhatom árnyékában, de azért abban a távolságában vagyunk, amiből mégis lehet látni valamit, ami Petőfit is illette, ebből a mellettünk lévő nagyon terasz melletti ablakból annak idején a versírásra. Én úgy gondolom, hogy közel állunk ahhoz, hogy emlegethessük a koltói kastélyt, kastélykertet és magát Koltót, mint mondtam a műsor elején is, a magyarok egyik nagy zarándok helyének. Hát kíváncsi lennék azért mégis, hogy a látogatottság mennyire fejlődött az utóbbi években, mert bizonyára ez jóval megnőtt a régebbi évekhez viszonyítva. Én inkább azzal kezdeném, hogy 3 hónapja foglalkozok idegenvezetéssel, és attól a naptól kezdve, mikor ezt elkezdtem, egy statisztika-szerű füzetet vezetek, ahova rendszeresen beírom a látogató csoport számát, tehát hogy hányan érkeznek a csoporttal, és honnan érkeznek. Tehát egészen a mai napig el tudom mondani, hogy 3500 látogató fordult meg május közepétől itt Koltón, és akkor így kimerem jelenteni, hogy évente több ezer látogató fordul meg, tehát az egész évi látogatottság talán ehhez közel áll, több ezer látogató, és ennek 90%-a Magyarországról érkezik, ebből 10% a hazai látogatottság, a 10%-nak pedig egy 2%-a a román látogatás. Hát igen, jól mondtam én, hogy a magyarok, a világon élő összes magyarok zarándok helye kell legyen ez, és mindenkit arra biztatok továbbra is, hogy látogassa meg ezt a helyet, hiszen tulajdonképpen tudjuk, kikről van szó, kik voltak azok az óriási személyiségek, költőóriás, a gróf maga történelmi személyiség, akikről emlékeznek, akik itt látják a az élő közelben azt, amit láthatnak, ami megmaradt, hiszen nagyon sok minden elveszett az idők folyamán, de maga a kastély és a foglalkozás vele, hogy fellendítsék a turizmust, mondjuk ilyen csúnyán, ezen a vidéken is, az létezik. Tehát kellemes időtöltést kívánok mindazoknak, akik Koltóra látogatnak, és akik megnézik a kastélyt. Szép hazám, 15 millió lélek jót kíván. Nem szabad már félni, minden álmunk mese szép, romantikát ígér a magyar nép. Szabadság, szerelem, egy kettő kell nekem, s csak élni boldogan.
és lenni gondtalan. Szabadság, szerelem, soha el nem feledem, hogy a szívem lázban ég az igaz szerelemért. Ébred, s vele minden csalogány, száz gyönyörű ének hangja száll. A tengernyi bánat a jelen tüzébe vész, és elhamvad a búa szenvedés. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Csak élni boldogan, és lenni gondtalan. Szabadság, szerelem, soha el nem feledem, hogy a szívem lázban ég az igaz szerelemért. Bármi is jöjjön-e holnap, én tudom, hogy ragyog a jó. Meglátod a tiszta fényed, lágy vigaszt hozó. Mert te veled jön el a béke, az édes szabadság. Hát tébb le vígan a láncaid, mert harcolni kell. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Csak élni boldogan, és lenni gondtalan. Szabadság, szerelem, soha el nem feledem, hogy a szívem lázban ég az igaz szerelemért. Szabadság, szerelem, e kettő nekem, csak élni boldogan, és lenni gondtalan. Szabadság, szerelem, soha el nem feledem, hogy a szívem lázban ég az igaz szerelem. A kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli virágot, már hó takará el a bérci tetőt, még ifjú szívemben a lámsugarú nyár, s még benne viri az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a tél dere már megüti fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet, ülj hitvesen, ülj az ölembe ide. Ki most fejedet keblemre te véd le, holnap nem omulsz sírom fölibe.
mond, ha előbb halok el, Tedem Imre. Könnyezve borítasz e szemfödelet, rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogul akaszt, én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyeden elfeledét hívedet, e szívsebeit bekötözni ki téged, még akkor is, ott is örökre szeret. S e szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is örökre szeret. Sándor, beszél a fákkal a bús őszi szél.